Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, vendégem pedig Szigeti Kovács Eszter, a Logischool Sopron vezetője. Üdvözöllek, Eszter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Már megszokhatták, hogy amikor Eszterrel beszélgetünk, akkor mindig valami érdekes témával készülünk. Ezúttal is egy olyan témát hoztunk, ami rendkívül aktuális, hiszen itt van az ősz, és ahogy minden évben újra előtérbe kerül a pályaválasztás sok nyolcadikos életébe. És ugye az IT-szektor manapság különösen vonzó pályaválasztási célpont a fiatalok körében, ami talán a terület folyamatos fejlődése, az általa nyújtott karrier lehetőségek sokszínűsége, a stabilitás és a fejlődési lehetőségek miatt játszik szerepet abban, hogy egyre népszerűbb a pályát választó diákok körében. És a mostani beszélgetésünkből Eszternek köszönhetően megtudhatják, hogy melyek a legkeresettebb IT szakmák, és hogy valóban való-e mindenkinek. Tartsanak velünk! Eszter, az első kérdés talán az egyik legfontosabb, hogy miért érdemes ma az IT területre szakosodni? Hát szerintem abban egyet érthetünk, és mindenki látja, hogy a világunk az egyre inkább digitalizálódik, és ehhez pedig IT szakemberekre van szükség, és hiába volt hír a mesterséges intelligencia felröppenése miatt, hogy egyre kevesebb fejlesztőt keresnek. A tapasztalt, jól képzett IT-sakra mindig nagy a kereslet, most is, és ez a jövőben sem fog változni. És az az érdekes, hogy szinte nincs is olyan iparág, ahol ne lenne szükség az IT-sokra, legyen az akár az elkereskedelem, a gyártás, az egészségügy, vagy éppen a pénzügyi szektor. A szakma egyik legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon jó fizetéseket lehet elérni. Talán nem is gondolnánk, de egy junior Python programozó olyan 6-800 ezer forintot tud keresni. Egy 2-3 éves gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező medior olyan 1,2 millió forintot, egy 5 éves tapasztalattal rendelkező senior pedig már 1,5 millió forintot, és ez azért az alja. Tehát itt, és ezek magyar viszonylatok, tehát külföldön ennél még sokkal többet is tudnak keresni. Nálunk egyébként a Logischoolban is Python programozást tanítunk a gyerekeknek, és a kurzusok végén Python vizsgát is tehetnek, amivel a Nemzetközi Python Institút vizsgáját is le tudják tenni, ami már azért egy ilyen junior álláshoz elegendő lehet. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nagy érv szerintem. A másik pedig az a szabadság, amit ez a szakma tud biztosítani, hiszen nagyon sokan dolgoznak távmunkában, akár külföldre, nagyon sokan élnek digitális nomádként, és azért egy anyukának is nagy megnyugvás lehet az, hogy könnyebben vissza tud menni a szakmájába, vagy akár kisgyerek mellől otthonról is tud dolgozni. Hát azért ez mindenképpen egy vonzó érv, akár ha az anyagi vonzatát nézzük, igen, akár pedig a szabadság vonzatát tekintjük ennek az egésznek. És melyek azok az IT szakmák, amik a legkeresettebbek most a piacon? Hát az informatikai szektor, ahogyan fejlődik, ugye egyre újabb ágai jelennek meg. Most jelenleg a szoftverfejlesztőkre, adatbiztonsági szakértőkre, mesterség és intelligencia szakértőkre, felhőalapú technológiába jártas szakemberekre, illetve adatelemzőkre van leginkább szükség, de ugyanúgy népszerűek az IT-biztonsági szakemberek, tehát az a szakma, illetve a webfejlesztő és programozó vonalak is. Értem. És melyek azok a szakmák, ahol nem gondolnánk, hogy esetleg programozási ismeretek is szükségesek, mégis elengedhetetlen? Hogyan változnak ezek a szerepkörök a technológia fejlődésében? Hát ez ugye azért alakul így, mert ahogy fejlődik a technológia, egyre inkább elvárt az, hogy hatékonyabbak, gyorsabbak legyünk, ehhez pedig automatizálni kell, ehhez pedig muszáj, hogy bekerüljön az IT is az egyes területekre. Én 16 éve dolgozom online marketing területen, és például nálunk már a hirdetésekben, a magának a kampányok testreszabásában, az automatizálásban, és a kampányok teljesítményének elemzésében is abszolút ott van a helye. Akkor pénzügyi területen jól jön a programozói háttértudás mondjuk az óriási adathalmazok elemzéséhez, gyorsabban kezelhetők, elemezhetők ezek az adatok, ezáltal gyorsabban lehet döntéseket hozni, például már a tőzsdei szakmákban is nagyon szívesen használnak mesterséges intelligenciát, és ezzel óriási pénzeket lehet keresni. Akkor HR területen népszerű most az adatalapú toborzás, ahol nem kell egyesével végignézegetni minden egyes jelöltet, hanem a jelentkezők elemzésében, az adatok feldolgozásában is segíteni a technológia.
A lányomat például nagyon érdekli a csillagászat, és a múltkor utána néztünk, hogy mi kell lehez végül is, hogy milyen irányba kell majd tanulnia, és ott is alapkövetelmény szinte a programozás. És hát ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével fejlődik a technológia is folyamatosan, és egyre inkább az adatvezérelt megoldásokra támaszkodnak a vállalatok, és a mindennapi rutin feladatokat kiváltják ezekkel, ezáltal több idő, energia marad a kreatív stratégiai feladatokra. Ebből pedig az következik, hogy azok az emberek, akiknek van programozási háttértudása, magabiztosabban mozognak ezeken a területeken, ők piaci előnyre fognak szert tenni. Úgyhogy mi erre készítjük fel a gyerekeket a Logiscóban. Felvetődik a kérdés, hogy milyen készségekre van szüksége ahhoz, hogy valaki az IT területen tanulhasson tovább. Mennyire fontosak a technikai ismeretek, vagy például azok a soft készségek, mint például a kommunikáció vagy a probléma megoldás? Hát, hogyha valaki IT területen szeretne tovább tanulni, akkor jó, hogyha minél előbb megismerkedik az alapvető programozási nyelvekkel. Például mi a Logiscóban itt ezt teljesen játékosan csináljuk, minden egyes órán egy kis játékot programozni egyik a gyerekek, szóval ők úgy tanulnak ott, hogy ők azt hiszik, hogy játszanak éppen. Úgyhogy ez nagyon jó, viszont nagyon fontos ezen a területen például a probléma megoldó képesség, a kommunikációs készség, a csapatmunka, a prioritások kezelésének megtanulása, a kritikus gondolkodás, a rugalmasság, ezek mind olyan dolgok, amiket lehet fejleszteni. Hát az ember azt gondolja, hogy azért az IT szakma egy magányos szakma, de ezért ezeket felsorolva nem jellemző. És ugye a másik kérdés, nagyon sok gyereknek mumus a matematika. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen egy IT területen, mennyire kell a matek vagy a logikus gondolkodás? Ez is területtől függ, mert vannak olyan területek, ahol nagyon is szükség van rá, például egy adatelemzőnél ott elképzelhetetlen, hogy matek nélkül menni fog, viszont például egy webfejlesztőnek sokkal inkább struktúrált gondolkodásra és jó probléma megoldásra van szüksége, ott akár ilyen alap matekos tudással is lehet menni, de például a Logiscóban mi folyamatosan foglalkozunk a matematikával is, mert ez kell a programozáshoz. És nagyon érdekes, hogy ugye nálunk nagyon fiatal oktatók vannak, ők egyetemisták, középiskolások, egészen más, hogy kommunikálnak, máshogyan fejezik ki magukat, valahogy közös nyelvet beszélnek a gyerekekkel, és érdekes módon, hogy ugyanazt a dolgot magyarázzák el a gyerekeknek, mint amit mondjuk az iskolában a tanár, de valahogyan máshogy mégis. És sok szülő számol be arról, hogy javulnak a gyerekeknek a matek jegyei az iskolában, ami egy nagyon jó dolog szerintem. Hát ez mindenképpen minden szülő álma, hogy a gyereke matekból jó legyen, azt gondolom. És még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy lehet sikeres IT is az, akinek mondjuk más az erőssége? Tehát mondjuk nem reál beállítottságú, hanem inkább humán területen tud kiteljesedni? Azt gondolom, hogy igen, és erre is van néhány jó példám. Például mondjuk egy webfejlesztő cégnél, ott jó, hogyha az embernek van háttérprogramozói tudása, mert tudja, hogy a programozók mivel foglalkoznak, viszont akár projektmenedzserként nagyon jól össze tudja kapcsolni a szakmai részt az ügyfél oldalával, és megtalálja azt a közös hangot, amit mondjuk az ügyfél meg a programozó nem feltétlenül. Akkor mondjuk az vállalatok és a cégek, vagy az ügyfelek közötti kapcsolattartásban fontos szerepük lehet a szakmai tanácsadóknak is, akik pontosan tudják, hogy vagy az ügyfél elmondja mondjuk, hogy ő mit szeretne, és akkor akinek van programozói háttértudása, egy olyan CSS, akkor ő le tudja fordítani arra a nyelvet, ő tud neki tanácsot adni, hogy valójában mire van neki szüksége. Akkor akik vizuális területen érzik magukat jobbnak, ők például el tudnak helyezkedni ilyen UX-es, UI-os tervezői szakmákban. És hát ugye az online marketing is egyre inkább technikai sport, ott is ugye az is inkább egy kreatívabb szaknának gondoljuk, de mégis egyre inkább szükség van ezekre a tudásokra. És például marketingesként is nagyon sokszor jól jött, hogy van egy kicsi háttértudásunk ehhez, mert sok programozó sokszor rávágta az elképzeléseinkre, hogy jó, azt nem lehet megvalósítani, de hogyha az ember tudja, hogy ezt amúgy meg lehet valósítani, akkor azért egészen máshogy állnak hozzá.
Úgyhogy ez csak néhány szakma, de igazából termékmenedzserként, vagy support területen, oktatási területen ugyanúgy el lehet helyezkedni programozói háttértudással. Mindig téged hallgatva az jut eszembe, de te ezt már el is mondtam máskor, hogy én honnan indultam a DOSZ alapú programozástól, és a rengeteg sok mindenféle, és az én fejemben még mindig ez van, függetlenül attól, hogy már nem először beszélgetünk erről, és egyre inkább megvilágosodok, hogy ez valóban egy mindenki által megtanulható szakma, még akár ennyi idősen is, mint ahogy, mint amennyi én vagyok. Milyen típusú IT szakmák léteznek, és ezek közül melyek lehetnek érdekesek egy mostani fiatal számára? Hát nagyon-nagyon sok terület van, és ugye ahogy megyünk előre az időbe és fejlődik, ez a terület egyre több lesz. Azt gondolom, hogy egy nagyon kreatív és változatos szakma, például a szoftverfejlesztés vagy a webprogramozás. Itt ugye főként szoftvereket, rendszereket építenek, a szoftverfejlesztésben nem feltétlenül láthatóak ezek a dolgok, hanem a háttérben futó rendszereket építik. Akkor a webfejlesztők ugye ők konkrétan a magát a honlapot hozzák létre, ez is egy nagyon izgalmas terület, és a mai világban szerintem ez megint egy olyan dolog, hogy ez jó, hogyha mindenkinek van, mert nem tudjuk, hogy mikor ébredünk azzal az elgondolással, hogy mi vállalkozók szeretnénk lenni, és kell hozzá egy saját honlap, amit mondjuk saját magunknak is meg tudunk csinálni. Aztán szerintem a gamerek álommunkája az, hogy ők játékfejlesztők legyenek. Ez egy ilyen nagyon kreatív, élmény alapú szoftvereket készítő munka. Ők viszont nem csak kódolnak, hanem ők szorosan együttműködve dolgoznak együtt a játéktervezőivel, a hangmérnökökkel, a dizájnerekkel, tehát ez is egy ilyen nagyon összetett feladat. És hát aztán van egy az etikus hacker, hát ez meg aztán micsoda menő szerintem a gyerekek körében, és ők például ugyanazokat a dolgokat csinálják, mint a rosszindulatú hackerek, viszont azzal a különbséggel, hogy nekik erre engedélyük van, és kifejezetten a szervezetek hozzájárulásával végzik ezeket a feladatokat. Itt az a cél, hogy minél jobban megerősítsék ezeknek a rendszereknek a biztonsági védelmét. Szóval ezért szerintem elég sokféle szerteágazó ez a szakma, úgyhogy nagyon bőven lehet belőle válogatni. Ezért érdekesnek tűnik ez az egész, meg izgalmasnak, tehát, hogy ez nem tűnik uncsi munkának, vagy unalmas munkának, hanem tényleg kreativitás, kihívás van benne, és rengeteg sok izgalom, bármelyiket is néznek. És ugye itt vannak a sztereotípiek, amiket én is mondtam, hogy unalmas és mondjuk nem feltétlen kreatív. De milyen sztereotípiek élnek még az IT szakemberekről, és mennyire tükrözik a valóságot? Vagy hogyan változott az IT-sokról alkotott kép mondjuk az elmúlt időszakban? Hát szerintem, hogyha így IT-sra gondolunk, akkor sokaknak egy ilyen introvertált, szemüveges, bekuckózós ember jut eszébe, aki nem él egyáltalán társasági életet, csak az IT-s dolgok érdeklik, és jellemzően férfi. Na hát ez a valóságban egyáltalán nem így van. Én nagyon sok IT-st ismerek, és ő egyáltalán nem így néz ki, egyikük sem. Ők nagyon naprakész, modern felfogású emberek, és nagyon jól keresnek, sokat és szuperhelyekre utaznak, illetve rendszeresen járnak kikapcsolódni is. Az egy másik dolog, hogy sokszor a munkájuk az a hobbiuk is, de hát ez szerintem a legjobb kombináció, ami bárkivel is történhet. És az is tény egyébként, hogy a programozóknak a nagy része az még mindig férfi, ezért olyan 20-30%-ban már a hölgyek is megjelennek a piacon. Nálunk is egyébként a Logiscóban egyre több a lány, és ezt nagyon jól látni, egészen más energiákat hoznak be az órákra. És ez azért is jó, mert a programozás az nem egy ilyen fekete-fehér dolog, nem csak egy út van a megoldásig, és nagyon jó, hogy a nők máshogyan gondolkodnak, úgyhogy egészen más úton juthatnak el ugyanahoz a problémának a megoldásához, úgyhogy abszolút helyük van nekik is ezen a pályán. És hát ahogy mondtam, hogy egy női életútba azért szerintem nagyon jól beilleszthető ez a szakma, úgyhogy én javaslom a csajoknak is. Véleményed szerint miért lehet az, hogy inkább egy férfiasabb szakmának gondolják ezt az IT területet? Hát talán a technológiai oldala miatt lehet a lányoknak nehezebben megközelíthető, de én a saját lányomon is látom, hogy egyszerűen azzal, hogy a játék oldaláról fogjuk meg a Logischoolban, hogy tényleg könnyen érthető, logikus a felépítése, és ők is megtalálják benne a maguk is helyét, sok lány van. Vannak tényleg, akik inkább a kreatív vonalon indulnak el, de sokakat érdekel a programozás és a játékfejlesztés is. Talán ez a sokszínűség most már befolyásolja azt, hogy tényleg egyre többen vannak, és hogy hozzátok is egyre többen látogatnak el.
Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk, és reméljük, hogy a hallgatók közül is többen kedvet kapnak majd ahhoz, hogy ezen a területen próbálják ki magukat, illetve a gyerekeknek is segítség a pályaválasztáshoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy ezeket elmondtad nekünk. Én is köszönöm szépen a meghívást, és várunk mindenkit szeretettel a Logiscóban. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, viszont hallásra! Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.